2022. május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választásokon egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban Nagy István a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője érkezett vele, beszélget Zoltán. Köszönöm szépen, van Nagy István agrárminiszter a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De most ahogyan el is hangzott, elsősorban nem mint agrárminiszter, hanem mint Györmoson Sopron megye ötös számú választókerületének képviselője a vendégem. Hogyha a Nyugat-Dunántúlról beszélünk, és ezen belül is Györmoson Sopron megyéről, akkor a legtöbb embernek a fejlettség jut eszébe, egy fejlett régióról van szó. De képviselő úr, mi az, ami az önválasztó kerületét jellemzi, milyen a szerkezete? ha gondolunk hogy milyen csodálatos természeti adottságai vannak ennek a választókerületnek, hiszen az egyik széléről a hanság erdei veszik körbe, a másik oldalról pedig szigetköz csodálatos térsége van. A várost Moson Magyaróvárt átszű a Lajta folyó és a Mosoni Duna. Tehát valami olyan élettér, aminek párja nincsen. Pontosan ezért mi nagyon meg is becsüljük ezt az életteret. Ha belegondolunk a kitüntetett fekvésében, hogy a választókerület egyik része Ausztriával határos, a másik része Szlovákiával határos, tehát egyrészt az ország kapuja is vagyunk, ahová aki érkezik, rögtön a választókerületbe érkezik, kiváló logisztikai adottságai vannak, hiszen az M1-es autópálya, Bécs-Budapest vasútvonal, Két nemzetközi repülőtér van 20 percen belül, a Sveháti Bécsben és a Pozsonyi Szlovákiában, tehát így élünk, nekünk itt kell megmaradni a versenyben, és itt kell olyan lehetőséget biztosítani az ott élőknek, amely a boldogulásokat szolgálja nyilván beszélünk mindjárt majd a kihívásokról is, 2018-ban 54 százalékot szerzett, és ezzel mandátumot egy jobbikos politikust előzött meg. 2022-ben szintén egy jobbikos politikus előtt, de egy koronavírussal és már a háború árnyékában terhelt, és minden következményével együtt időszakban csak nem 60 százalékot, tehát növelni tudta az előnyét. És ön úgy fogalmazott akkor, hogy egy hosszú út vezetett ehhez a végeredményhez. Mit emel neki ebből az útból? Így van, hiszen nem véletlenül mondtam a csodálatos természeti adottságot. Nekünk erre nagyon vigyázni kell. Ezért minden olyan beruházás, ami a térségbe érkezik, az hangsúlyosan úgy szerepel, hogy vigyáznunk kell erre a természeti adottságra, hiszen pontosan emiatt Magyarország legkiválóbb ivóvízbázisával is rendelkezünk, és ezt nekünk őrizni kell. A Covid időszak egy nehéz időszak volt, de a vállalkozásaink jó választattak erre, hiszen mindenki fejlesztett, előre ment, és ez meglátszik a térségben, hiszen akkor, amikor legtöbb helyen megállt az élet, akkor nálunk ö, nagyfokú ipari park fejlesztésbe fogtunk, föltártunk egy új területet, összekötöttük a 86-os számú főúttal az egyes számú főúttal, ez egyben Mosonnak egy elkerülő utat is biztosít, tehát nem csak egy ipari park feltárását tudtuk létrehozni, hanem Mosonváros részből így a teherautó forgalmat is ki tudtuk tiltani, lehetett csökkenteni, tehát egy élet minőség javítás van. Pontosan azért, mert gazdaságilag egy fejlett régió, nekünk azzal kell küzdenünk, hogy Magyarország területéről sokan választják új életterül, új otthonául ezt a térséget. Minden településem az elmúlt időszakban növekedett, nőtt e, a létszáma. Ez ugye új feladatokat e, hozott elénk A kormány családpolitikájának köszönhetően szinte minden településen bölcsőde-óvoda fejlesztés zajlik. De ha bölcsőde-óvoda fejlesztés zajlik, akkor az osztálytermekkel is bővülnünk kell, hiszen a gyermekek e, nőnek föl. Ezek a kellemes gondok, nagyon jó, hogy e, e, ilyennel kell küzdenünk. Ugyanakkor természetesen közlekedés szervezési e, problémáink vannak. Sokan járnak győrbe dolgozni, a győr győri ipari park, az Audi-nak a felszívó ereje és hatása a térségre természetesen rányomja a bélyegét. És ezért bizony néha csúcsforgalmi jelenetek zajlanak le a reggeli és a délutáni órákban, ez nekünk egy új kihívás, új feladat, amit természetesen meg kell oldani. A győri térségnek az agglomerációs jellege, ugye megint csak egy új kihívás, a településeknek ott a közepén a régi település magja, Isso. körbeövezi az új agglomerációs településrész, ami teljesen új lakások, ezért nagyon boldogok vagyunk a Csok Plusz programnak, hogy a térség is igénybe veheti, és nagy számban élnek is vele a fiatalok. Amikor egy választókerületről beszélünk, akkor nyilvánvalóan vannak kisebb települések és nagyobb települések, ahogyan ön is fogalmazott, egészen más a feladat és a kihívás a Magyar Falu Program keretében a kormánynak törekvése, hogy a helyben való boldogulást elősegítse. De ott van például Moson Magyaróvár, ez a választókerületnek a központja, meg. Két fontos határállomáshoz is közel van, egyes és Rajkához, amely a szerepét fölértékeli, akár legyen szó pénzügyi vagy éppen idegenforgalmi szerepről. Ez milyen kihívásokat jelent a térség? Ez így van és találkozó hely is. Mind az Ausztriából jövőknek és mind a pozsonyból érkezőknek, hiszen nagyon sokan Szlovákiából is a mi térségükben keresnek új otthont és új életlehetőséget. Ez új kihívásokat ad akár Rajkának, akár Dunakilitinek ennek a térségbe, hiszen ott nagy számú szlovák telepedett le, épített új otthont, ezért mi aztán oda új iskolát fogunk építeni, próbáljuk integrálni a beérkezőket, pontosan azért, hogy a gyerekek tanuljanak meg magyarul, és a következő generáció már magyarul beszélve Élhessen a mi térségünkben. Ezek mind-mind komoly feladatokat jelentenek, hiszen egyrészt rögtön, mint kapu, egy tükröt is mutatunk Magyarországról, hogy milyen is itt az életfeltétel. És ez nekünk egy nagyon komoly feladat, amivel mi nagyon szívesen élünk is. Engedje meg, hogy végezetül beszéljünk arról is, hiszen az agrártárca vezetője, miniszterként nyilván a térség, bárhol éljen valaki Magyarországon, az ő érdekeit is kell képviselnie, Igen. és feladat van bőven, hiszen beszéltünk az elmúlt napokban itt a stúdióban az ukrán gabona okozta nehézségekkel, nehézségekről is. A képviselői munkásságával kapcsolatban hogyan tudja összeegyeztetni, mi alapján szokott súlyozni? Nagyon fontos dolog ez, hiszen az ember a mandátumát a térségből kapja, én oda megyek haza, nekem az az otthonom. És ez természetesen a legkisebb gond is az enyém hiszen meg kell oldani, hiszen azért választottak, azért vagyok a képviselőjük. Ezért tartok rendszeresen fogadórát, ezért találkozom rendszeresen az emberekkel, hogy minden velük történő dolgokról tudjak, és próbáljak segíteni, ami kell. De ugyanakkor bevallom végtelen jó érzés akkor, amikor mondjuk Dunakilitén az ember állt, vagy az ország legmodernebb szarvasmarha telepét, majd néhány hét múlva Darnózselén ez ugyanígy megismétlődik, vagy éppen János Somorján egy hatalmas nagy új terményszárító beruházást ad át az ember, vagy éppen 5000 hektár öntözési területnek a kiépítése zajlik, és azt látja az ember, hogy minden négyzetcentimétere korszerűsödik Magyarországnak, és ebbe az agrárium és a vidékfejlesztés abszolút élen jár. Nagy István Györmoson, Moson Sopron Vármegye 5-ös számú egyéni választókerületének képviselője, agrárminiszter volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.